Az elmúlt hétvégén Budapesten a kongresszusi központban rendezték meg a Kickbox világkupát. A versenyre 38 országból 2700 nevezés érkezett. A magyar csapat 18 arany, 18 ezüst és 31 bronzéremmel megnyerte a csapatversenyt. A sikerhez egy aranyéremmel járult hozzá a nyíregyházi Gönczi Alex, aki a legkeményebbnek számító K1-es szabályrendszerű küzdelemben a tavalyi győztes finn versenyzőt, valamint egy szlovák és egy ukrán rivális legyőzve végzett az élen. A nyíregyházi egyetem 19 éves hallgatója, családi indítatása választotta ezt a sportágat. 5 évesen kezdtem el foglalkozni ezzel a sporttal. Édesapám által, ő kétszeres kickbox világbajnok, meg édesanyám is űzte ezt a sportot, szóval már belecsöppentem ebbe az egészbe. Gönczi János, Alex edző édesapja elmondta, hogy az első meccsen még érződött némi feszültség a későbbi aranyérmesen, aztán viszont felszabadult, magabiztos bunyóval győzte le ellenfeleit. A végső cél a profi világbajnoki cím, amely felé már megtette az első lépéseket a páros. Van egy franciaországi menedzserünk, Rácz Attila, és oda is vagyunk igazolva profiba, és majdnem minden hónapban van mérkőzése kint Franciaországban. Most július 1-én lesz egy nagyon komoly meccse a legjobb franciával. Hogyha ez sikerül, akkor már sinem vagyunk. Alex novemberben az amatőrök világbajnokságán hazai környezetben léphet majd a küzdőtérre. A világkupán ugyanis döntés született arról, hogy a hétszakák versenyének ebben az évben Budapest ad otthont.